Azt lehet tudni, hogy a borderline személyiségzavarba szenvedők egy jelentős csoportjába ezek a bántalmazások halmozottan fordulnak elő gyerekkorban. És érthető, hogyha egy ilyen háttérrel nő föl valaki, akkor a kötődési stílusára nem ez a biztonságos kötődés jellemző, hanem a borderline személyiségzavarba szenvedőkre ez az ellenséges, tehetetlen kötődés jellemző, ami egy fajtája az ilyen dezorganizált kötődésnek, ami azt jelenti, hogy egyrészt így nagyon leértékeli a szülőket, másrészt azonosul az őt bántalmazó szülőkkel, őt saját magát értéktelennek érzi, és hogy nagyon sokszor ilyen rettegésteli, szorongásteli állapotot él át, nagyon gyakran ilyen fájdalmat keres, önbüntető, és hogy a szülőkkel szemben jellemző egy ilyen kontrolláló, büntető viselkedés.